azt jelenleg a gondolat ébresztett, gondolat, vagy nem tudom, ahogyan fogalmaztam meg, gondolat módosító. Videósorozatomnak a következő részében arról fogok beszélni, hogy konkrétan erről a Black Friday fasságról, hogy az emberek mennyire érdekli az az anyagi haszon, ahelyett, hogy hogy jól fordít, vagyis nem jól fordítta, hanem normális dolgokra foglalkozom, nem ilyen fasságokkal. Értem, kedvezményben értem. Az addig oké. Okay. De azt nem értem, hogy például Amerikában, itthon is van, Magyarországon, tegyük hozzá, hál' Istenem, mert brutálatás sem, mint Amerikában, a Black Friday-nek az egyik, hogy rohadt nagy akciókat csinál a bizonyos áruházak, és ebből ezért az emberek mennek, és vásárolnak. Csak azt mondja nekem valaki, hogy ennyire befolyásolják az embereket egy kis anyagi cuccért, egy kis anyagi dolgokért, egy kis pénzért. Hogy akció van, na hagyjad már! Akkor elveszted a teljesen becsülésedet. Egy szoros tévével, egy szoros Xboxért verkedsz egy másik emberre, na hagyjad már! Meg akkor jönni azt a másik embert, mert ő is ugyanazt akarja. Na ne viccünk már, visszamegyünk az ő, és kurva, hogy mi lesz? Konkrétan ezt gondolom, hogy a Black Friday-s válságról lehetne normális a Black Friday-t is megcsinálni, úgyhogy hogy ne hogy ne az legyen, hogy hogy ővik egymást az emberek, mert kell nekik a egy Xbox, az új Xbox. Tehát Amerikában ott nem értem minek, amikor tök jó fizetésük van ott az embereknek. Ott hiány tud összespórolni egy Xbox-ra valót. De még itthon is valahogy, hogyha ügyesen tudsz spórolni, ha nincsen, nem vagy külön háztartásban, akkor talán tudsz spórolni annyit, hogy megvedd. De hogy viselkednek az emberek, az borzasztó. Úgy viselkedünk konkrétan, mint hogy visszamentünk volna az őskorba. Igen. Kimondom, mint az őskorba lennénk. És ennyire érdekelne meket a pénz. Oké, okay, mind a pénz motivál, a pénz hajt. Ez egy fasság. Mit akar, mint még a pénz akar... pénzt nézed elsőképpen, ez baromság. Az csak egy eszköz. Szerintem előtt csinálok egy külön videót, ami a pénzről fog szólni, elgondolkodni. Ezen is el fogunk szépen filózni, gondolkodni, de tegyük vissza a Black Friday-ra. Ez a Black Friday addig oké, okay, hogy csökkentjük az árakat, stb. Csak az a baj, hogy itthon ez a Black Friday-tól mennyi? 10%-ot engednek a mondjuk tégy fel, mondjuk, hogy 100.000 forint egy laptop, vagy egy Xbox, és akkor azt mondja a bolt, hogy akkor jó, engedünk 10%-ot, akkor 90%-ért meg tudod kapni, és ezért a nevetséges összegét konkrétan össze akartuk felkedni. Nem értem az embereket. Mi jó abban, akik, hogy összevelkednek valami szarjai húgyér? Nekem nem kell az a cucc, összesporolok rá, és nem összeszerelkszek egy másik embertársammal. Így látszik, hogy a fogyasztói társadalom itt mutatkozik meg igazából, hogy milyen valójában a fogyasztói társadalom ez. Eltapossuk egymást. Mindent, ami szent és szét, azt eltapossuk, másikat nem érdekel, átmegadni a tankok, megszerezzük az anyagi valamit, amit kell, ugyanez olyan, mint valami csörtető vaddisznó. Átcsörtető minden, nem érdekel senki. Csak megszerzem azt a dolgot, azt csókolom vissza a látásra. Ezt nem értem. Engem nem így neveltek, hogy átcsörtetek a másik emberen. Azért, mert mondjuk nekem kell egy Xbox.
ez egy akkora ság, hogy csak na. Őszintén mondom, itt mondhatom, hogy vége a világnak, puszta a világ, hogy ilyen hülye emberek léteznek. Ha megnéztem a Black Friday-os videót, egy szó szerint kiakadtam. Mondta, hogy úristen, hogy lehet valaki ennyire sötét, tudatlan? Hú. De amúgy ezeket a pláza buzik szoktak a Black Friday-t nagyon csipázni. De akkor is szerintem ez nem működő dolog, hogy most azért összeme a másikat, mert 10% olcsó mondjuk az Xbox. Hát nem viccelj már. Akkor majd lesznek leállatok, és akkor majd a csirke szány 99 forint, ezt nem 1000 forint. És akkor szerekezünk a kis Juliskával a szomszédból. Na, ne viccelj már. Ezen csak örülünk, ez konkrétan trikomédia. Most örülök rajta, de őszintén megmondom, hogy ez már nagyon durva. És én utálom a fogyasztói társadalmat, ott, ahol rohadjon meg. Hogy ennyire kihasználják az ember, ennyire tudja befolyásolni egy kis akcióért, egy kis szardarabért, megölöm a másikat is. Hát úgy, azt nem mondjuk nekik, hogy figyeljetek, itt a pusz, itt a fegyver, itt van két bot, meg két ütő, aztán verekedjétek össze, aki nyer, az megkapja az Xboxot. Kb. Nagyon hülye, aki megcsinálná. Néztem más videós, és mondták, hogyha szegények között összelkednek mondjuk egy kajáért, akkor még azt mondom, hogy oké, hogy szegények éhes, nem tudom mit tenni, de ez minden megvan. Aki ezek ilyenekben opciók vannak, minden megvan. És legyünk már olyan hülyék. Jó, azért magon is láttam, de na, az más tészta. Ott azért jó, hogy van akciók, és nagyon sok akció van, nagyon sok szóta vásárolni sokat. Akár ezzel nem kapok egy fillét, hogy reklámozom őket, na mindegy. És igen. Itt tart a mai emberi, itt tart kb. Mai ember, egy akció összeregszik, hogyha van jó akció, és többiek is akadák, akkor összeveri őket, hogy neki jobb legyen. Lehetséges. Csak röhögök rajta őszintén. És szerintem minőbb ezeket a Black Friday-os, bejön az üzletbe és megveszük olcsóbban, azt kerüljétek. Vegyetek interneten keresztül, hogy egyik látott szarból azt csinálta, vegyetek ott cuccot. Magam. Mert legalább nem kell senkivel verekedni. És legalább az önbecsülés, önbecsülésre önkritikának is megmarad azzal, hogy nem sültek le az ősember szintjére. Ennyi szerettem volna szaszi emberek.